Kedves barátaim, tisztelettel köszöntök mindenkit. Imre László, akadémikus professzor úr. Balta János kis monográfiájára. Könyvbemutatóján. És a Szegedi Maszák Mihály akadémikus úr, aki szintén a területen tudósa. Úgyhogy igazából hárman itt látok még egy nagy szakembert a 19. század. Igen, erősen képviselve van, és ja, akiket ismerek, bocsánat. Azzal a kis diszkrét, szomorú bájjal, hogy igazából ez a sorozat utolsó kötete, 23. kötete, de teljes joggal ülünk itt, mert 23 kötetből legalább 18-19-et itt be is mutattunk az írók boltjába. Igazából egy több lábon álló vállalkozásról van szó. A 90-es évek másik felébe indult ez a sorozat. Az a diszkrépá is megvan, hogy a kötet első, az első kötet szerzője Szegedi Maszák Mihály volt, és az utolsó Imre László. Hogy miért szülünk meg ennek? Egyik oka az, hogy kiment alólunk a könyvkiadó, a Csokonai könyvkiadó, akkor egy erős kiadó volt, történelmi, filozófiai sorozatával és az Alföld könyvek sorozatával itt ütekedhet. Másrészt ez a nagyon szép, kézbe vehető kötet, kitűnő barátunk és híres tipográfusunknak, Kass Jánosnak a alkotása, ő is meghalt, és hát a sorozat szerkesztője is lassan elindul az elmúlás felé, úgyhogy megszűnök szerkesztő lenni, úgyhogy a szellemi aport is kimegy mögüle, se terjesztés, se pénz, úgyhogy... De azért nagyon büszkék vagyunk rá. Miért is jött létre ez a sorozat? Most, mikor a printet temetik és a folyóiratokat, egyszerűen rá kellett jönni, hogy szellemileg túltermel egy jó folyóirat. Nem véletlen, hogy a jobb lapoknál könyvsorozatok indultak be, Tisza tájkönyvek, amikor csúcson volt az életünk könyvek, elsősorban a nyugati magyar irodalommal, most a műjúk könyvek a miskolci fiatalokkal, és épp így az Alföld könyvek is, Tisza tájkönyvek, stb. Ugyanis munkatársaink nem csak publikáltak ott, hanem tudtunk tőlük szerezni eredeti kötetek. Mind a 23 kötet eredeti kötet. Na most, még az is szervező, szerkesztői el volt nálunk, hogy nem akarunk idegen tollakkal ékeskedni. Mindenki, aki itt megjelent ebben a sorozatban, rendszeres munkatársa volt az Alföldnek, vagy az Alföldnek, vagy a debreceni nagyirodalmi rendezvényeknek, az irodalmi napoknak, költőfesztiválnak, stb. Tehát így magunkénak éreztük, és a szerzők is azt hiszem magunkénak érezték ezt a sorozatot. A harmadik láb pedig, amit mondok, az egy Alföld Studio nevű alakulat. Itt újabb professzor jött, mindenki. Nagyon, a debreceniek ebben az Alföld Stúdióból nőttek ki 1970 óta. Ez irodalom történeti jelentőség. Én nem igen tudok ilyet, hogy közel 50 éve folyamatosan egy folyóirat mellett egy olyan szisztematikusan felépített stúdió és fiatalok működnek, akik közül akadémikusok, egyetemi tanárok tömege tűnt fel. Olyan halottaink vannak, mint Tarsz Sándor és Borbély Szilárd. Mi Imre tanár úrral az első körbe ott indultunk, itt van Dobos professzor úrtól kezdve, rengetegen keresztül itt Tibi Mészárosát, tehát elöntöttük kritikákkal és bizonyos irodalmi fórumokon utánpótlással, hadd nem mondjak, itt legalább 100 emberről van szó, akiből körülbelül 60-70 a pályán is maradt. Ez egy nagyon, ezt egyszer talán meg is kellene írni, hogy ez a műhely mit jelent.
Aztán egy-két olyan neves ember politikai pályára is tévedt ebből, mint Csengei Dénes, vagy Elek Pista, vagy a többiek. Egy nagyon sokszínű, vagy színi kritikusok lettek, vagy ilyen. Nagyjából ebből a mezőnyből alakult ki ez a sorozat. Ha jól számoltam, 7 akadémikusan és olyan szerzőink vannak még benne, mondom, eredeti könyvekkel, tehát nem másolatokkal, vagy utánközlésekkel, mint Radnóti Sándor, Balas Péter és Tomka Beáta és a többiek. Tehát egy nagyon rangos, és mondom, arra vigyázva, hogy a fiatalokat is neveljük, 3 stúdió antológia is megjelent ebben a sorozatban, rengeteg ma már ismert oktatóval, szerkesztővel, műfordítóval, vagy kulturális életen területén dolgozó emberrel. Azt hiszem egyelőre ennyi a tisztem, és megkérem Mihályt, mutatta be. Még annyit a Bartolján, nyilván több szó fog róla esni. Mi Lászlóval és az összes debreceniek tanítványai voltunk. Nagy élménnyel, iskolateremtő ember volt, és úgy érzem, hogy méltó befejezés a sorozatnak, hogy róla írtunk, vagy publikálunk. A Bogot színpadon, tisztelt szerző úr, tisztelt szerkesztő úr, tisztelt jelenlevők. Valóban nagyon zavarban vagyok. Többszörös megtiszteltetés számomra, egy kiváló pályatársam legújabb könyvéről szólni. A cél, a barátom már utalt rá, hogy 98-ban az én egyik munkámmal indított az Alföld könyvek sorozatot, és ez a 23. kötet. Én nagyon szomorúan hallom, hogy esetleg nem lesz már 24. Hát Imre László rendkívül nehéz, és nagyon kényes feladatra vállalkozott, amikor mesterének pályaképét rajzolta meg. Bartol János Vidám körül a 20. század legkiváló magyar történészei közé tartozott. Hát ebben a könyvben indokolatlanul többször szerepel a nevem, ismertem ugyan János bácsit, de nem lehettem tanítványa. Az én tanárom, mint ugye Tolnai Gábor, Valdaffer József, Pándi Pál, Mezei József voltak. Hát nem akarok el semmit hozzáfűzni, Tolnai Gábort meg lehet ismerni Csorba László nagy doktoriából. Nagyon jó. Néha találkoztam persze János bácsival, egy madács emlékülésen én is szerepeltem egy kisebb előadással, együtt jöttünk el az akadémiáról, és emlékszem, mert oda vetett megjegyzésére. Kemény, sokkal nagyobb író, mint madács, mondta nekem, elég mogorván. Egyszer az ötös kollégiumban köszöntöttük, ez már abban az időszakban volt, amikor sajnos nem látott. És hát Barászki jobbra is oda jött, és ő is köszöntötte. Barászki jobbra nem tudta, hogy nem látott, hogy te ki vagy? Hát Laci, hát milyen Laci? Barászki jobb Laci. Azt hittem végig meg. Úgyhogy hát meg még néhány ilyen esetre jól emlékszem. Nem igazán vagyok alkalmas egy könyv méltatására, mert a szerzőjénél sokkal kevésbé tudom áttekinteni Bartolános életművét. Ugye Imre László kéziratokra is támaszkodik, nekem pedig csak fogyatékos ismereteim vannak erről a pályáról. Ugye, Szentesen született, nápetős házban, 4 gyermekes, szegény paraszt családban. Ugyanúgy ötvös kollégista lett, ahogy Martinko András, ami azért azt bizonyítja, hogy a 20. század elején a tehetség szegény sorsú gyerekeknek is lehetővé tette, hogy tanulhassanak. Horváth János és Pauler Ákos mellett az élete végén kitelepítésben meghalt Kornis Gyula is támogatta.
Imre László teljes joggal hangsúlyozza, hogy egy kiváló tudós kezdettől fogva a lélektanból. Berlinben itt a Sprenger óráit hallgatta, annak a gondolkodónak az előadásait, aki a Vándor és a Bújtósó szerzőjére is nagy hatást tett. Tudjuk, hogy erre a könyvben Cervantal is sűrűn hivatkozik. Korán közölt tanulmányt a Napkeletben, és azt a jelenkorban talán már nem kell elhallgatnunk, hiszen Cervantal, Halász Gábor, Hangvas Béla, Németh László és mások fényjelezték a folyóirat értekező rovatát, amelyet évekig Horváth János szerkesztett. A Spranger által képviselt szellemtörténet lényegében különbözött a Tinemannétól. Varga János a bankban jellemtani megközelítésével hívta föl magára a figyelmet, és ezt a tanulmányt még az én nemzedékem is viszonylag korán megismerte. Emlékszem, hogy szeminárium dolgozatot írtam róla. A tanítvány könnyen engedhet a kísértésnek, hogy eszményítse mesterét. Imre László csak nagyon néha, mintha egy kicsit engedne ennek a kísértésnek az értékeléseivel. Általában távolságot tart Varga Jánossal szembe, így már a Madácsról írt tanulmányok néptatásakor leszögezi, hogy mestere, idézem, attól sem riad vissza, hogy egyes művek bizonyos részleteit a magánélet illusztrációjává tegye. Tudjuk, hogy elég sokat írt a korai időszakban Madácsról. Ebben az értelmezésben, tehát a Barta korai értelmezésében Madács egy műszerző, sőt bizonyos tekintetben még a tragédia is műkedvelő alkotása. Való igaz, és a könyvnek ez az egyik nagy érdeme, hogy ezt kiemeli, hogy Barta nagyon korán fölismerte Heidegger bölcseletének a jelentőségét, az Einungszeit jelentőségét. Hát persze, későbbi művejéről akkor még nem tudhat. Érthető, hogy Imre László azokat az éveket nevezi Barta nagy korszakának, amikor ő az előadásait hallgatta. Hát miután én nem hallgattam az előadásait, én számomra inkább a 30-as évek látszik nagyon kiemelkedőnek, mert akkor még nem zavarta őt az úgynevezett marxizmus. Szó esik Jaspers, Max Scheler, sőt Cassirer ösztöndéséről is, bizonyítva, hogy Barta János európai látókörű kutató volt. Legfőjebb a telhetetlen és hálátlan utókor teheti föl a kérdést, vajon nem a német tájékozódás okolható-e azért, hogy évtizedekkel később, tehát a 60-as években Barta nem mutatott érzékenységet a nyelvészet, retorikai eltudomány, strukturalizmus iránt, de hát ez az én elfogultságom, hogy elérést kérem. Megérteni az alkotót, és azután ő belőle művészetét 150. lapon így összegzi Imre László Barta törekvését. Ez a megközelítés valóban erősen különbözik az orosz formalisták, a New Criticism vagy a francia strukturalisták célkitűzésétől. Úgy sejtem, de ez lehet, hogy ezt hibásan látom, hogy ez a nagyon nagy hatású debreceni tanár rendkívüli kisugárzásával is magyarázható, hogy tulajdonképpen a követői is viszonylag ritkán vállalkoztak, legalábbis korai időszakukban szöveg értelmezésre. Mindazonáltal egyszerűsítés vannak arra hivatkozni, hogy a strukturalisták kiktatták a szerzőt. Ugye a strukturalisták közül volt, akik ilyen Brooks például, hogy annak tekinthető,
nem a szerző figyelembevétel ellen szállt sikra, hanem azt helytelenítette, hogy valaki a föltételezett szerzői szándékot azonosította a mű jelentésével. De ez nyilvánvalóan nagyon távoli világ Bartra világától. Azt azért megjegyezném, hogy a költői én és az életrajzi én megkülönböztetése Bartra Lírai Alapfogalmak című tanulmányában is szerepel, tehát a távolságunk talán mégsem olyan nagy. Hát az, hogy a strukturisták számtani módszerhez folyamodtak, ez nyilvánvalóan az eszméletről írott Szabolcsi Miklós könyv erre a bizonyosság. Arra gondolok, hogy Riffater verselendéseibe, vagy Grémard Zsenet, Cvetan Todorov elbeszélő prózával foglalkozó munkájában nincs szerepe a számoknak. Nagyon találóan állapítja meg Imre László, hogy Bartrát sokáig inkább foglalkoztatta az alkotói folyamat, mint az elkészült. A 45 előtti tanulmányai valamelyek nagyon jelentősek. Döntő fordulatot hozott a romantika, Berzsenyi, Vörösmarty, Madács és az értelmezésében lényegében addig is romantikusnak tekintette, és megvallom őszintén a lelkem lényegében voltam, hogy igazam. Talán kis túlzás a Kosztolányi megítélésében érzékelhető, mert hát a hajnali részegség alig ha transzcendencia nélkül világ. Az a fejezet, a 45 utáni, 45-öt közvetlenül követő időszakról szól, példás árnyaltságú. Az elején mondtam, hogy ez kényes feladat is, amire vállalkozott, hát erre gondoltam. Tehát van igazsága a Herceg Ferencről 55-ben írt tanulmánynak, bár ez talán nem a legmegfelelőbb időpont volt az egy évvel korábban elmúlt szerző ledorongolására, de hát üres volt a Tompa utca, akár egy Herceg Ferenc regény, ugye Szabó Dezső egyik művében ezt tolvasni. A Molnár Ferenc fölszínességét is nagyon meggyőzően bírálta, persze színpadi érzéke azért azt hiszem Molnárnak inkább volt, mint Németh László. Imre László állítása, mely szerint idézem, Bartra János átmenet és taktikai kompromisszuma nem tekinthető teljesen őszintétlennek. Ez tulajdonképpen enyhe bírálatként is olvasható. Enged a baloldali szempontrendszernek, Immelámmal elfogadja Révai József útmutatásait is. Minősítések épp úgy némi fönnpartát sugalnak, mint annak említése, hogy Bartra elfogadta, hogy a reakciós német romantikával szemben a miénk haladó és hazafias. Imre László a reakciósat természetesen idézőjelbe teszi. Az 1951-ben az akadémián elhangzottakról van szó. A könyvszerzője azt sem hallgatja el, hogy a jelenkori fiatalabb nemzedék könnyebben ítél, mint a saját korosztályom. Az én korosztályomnak talán még volt arról fogalma, hogy milyen nehéz helyzetben írta a Bartra bizonyos tanulmányait, és hát ha az ember a Újabesti Egyetemmel járt, akkor volt arról fogalma, hogy tisztesség vonatkozásában micsoda óriási különbség volt német pesti oktatók és Bartra János között. Tehát megvan őszintén, hogy én irigyeltem az akkor Debrecenbe járókat, sőt, hát aztán a magyar szakot anyagoltam is. Hát erre jó példa, ugye a fiatalabb nemzedék hivatkozik a könyv Hansár Jágnásnak egy tanulmányára, amely retorikai bravúr teljesítménynek nevezi a Gyukai és a Művészigazság című tanulmányt. És Imre László az 53-ban megjelent arany
is monográfiáról azt írja, többen, nagyon visszafogottan, finoman fogalmaz, többen lekevésbé sikerült művének tartják. Mivel nem voltam Barta tanítványa, a puha zsarnokság idején, én ezt a konszolidáció helyett inkább ezt használnám, a puha zsarnokság idején írt némely munkáját valószínűleg én is elfogultan ítélem meg. Példaként a marxista értékelmélet és esztétika című 65-ben megjelent tanulmányt említeném. Hát itt úgy különösen Koronfai János jelenlétében borzasztó nehéz szóba hoznom, hogy vajon mennyire tekinthető szerencsésnek, hogy a nemzeti klasszicizmus eszményéhez is közeledett a könyv szerint, és ebben tökéletesen igaza van. Részint azért van bennem némi kétel, mert ez a fogalom nemzetközi vonatkozásban nem nagyon használható. Részint azért, mert mondjuk a köbképek a kedély láthatárán számomra nem ilyen eszményt teljesít meg, tehát aranynál elfogadom, de nem vagyok benne biztos, hogy kemény igaz. Na most, ha már kemény szóba hozta, a Pándival folytatott vita, hát szigorúban értékelném egy árnyalattal. Én kényszerként fogom fel, hogy Barta, idézem Imrától, elismerte kemény politikai viszonyrendszerében Pándi bizonyult felkészültebbnek. Valóban elismerte, tehát ebben Imrásznak tökéletesen igaza van, de szerintem Pándinak nem volt igaza ebben sem, mint a kísértett járás két kötetére gondolok már. De hát lehet, hogy elfogult vagyok, mert Pándi tanított. Szerintem itt semmiben nem volt igaza Pándinak. Még azt is kicsit szükségtelen engedménynek vélem, hogy Barta hajlamos volt elhinni, hogy kemény ellenezte, idézem, a zsidó származású polgárság gyors térnyerését. Miskolc Jambrus rövid könyvben bizonyította, hogy már a forradalom alatt dolgozott az emancipációs törvényjavaslaton, és a Falk Miksával folytatott levelezés igazolja a határozott zsidó barátságát. Hát nem véletlenül lett a Miklós város képviselője. Szó esik itt kemény írásmódjának nehézkességéről, és itt megint hát borzasztóan elfogult vagyok. A közelmúltban Kerényi úr címeket kért tőlem a Nemzeti Könyvtár számára. És adtam három címet, hát ebből kettő nem sikerült, de nem külső ok miatt, vagy tehát az egy polgárvallomásainál a Kanadában élő örökös azt mondta, hogy ebben a sorozatban nem jelenhet meg Márai. Az iskola határon esetében pedig Lengyel Péter azt mondta, hogy szintén ő ebben a sorozatban nem engedi. Na most a harmadik könyv a rajongók volt, mire Kemény azt mondja, hogy nem tudta végigolvasni. Udvarias próbáltam lenni. Tehát itt ugye a probléma, azt hiszem az, hogy Kemény a tudat működésének a nyelvét is próbálta megteremteni, és ez nem általános a 19. századi magyar irodalomban, tehát nem nagyon volt a előzménye. Az idegen kortársait meg hát fordításban olvassuk. Imre László sokkal jobban fogja érteni, mint én, ugye a Miorfié Dúsi, miért nem tudtam elolvasni, de lehet, hogy a kicsikán pedig akkor még jobban tudtam oroszul. Lehet, hogy azért meg ukrán elemek vannak benne, de ez csak ilyen. Na most a Kemény által méltányolt Blickhaus a magyar közönség számára, ugye Ottlik Géza és Gézáné, inkább Gézánénak ugye a korti korszakbeli bridge-elő középosztály nyelvén készült átköltésében olvassa, választékos. A Moby Dick bizony azt hiszem, hogy nehézkesnek nevezhető, vagy akár Balzac is.
persze, ahogy mondtam, itt nagyon elfogult vagyok. Ha egy magyar olvasó a 19. századhoz kapott az eredeti szótárat olvasni, akkor a bizonfi Ferenc szótára végén található skót szószedet segítségére szólult. Nagyon szerencsés, hogy ez a könyv hangsúlyozza Bartha János tanári jelentőségét, tehát erre már történt utalás, a kortársaival ellentétben neki voltak tanítványai. Hát ezt tulajdonképpen elég nehéz szívvel mondom. Ugye az első nemzedékből a Kovács Kálmán, aki sajnos tényleg kár, hogy ilyen korán eltávozott, utoljára emlékszem, neki volt Debrecenbe előadni, és üdvözölt, ő állt, és utána én is felálltam, mert észrevettem, hogy meg kell őt tartanom. Aztán lassan leeresztettem a székre, hogy üljön. Tehát nagyon, ez nagyon sok. Kis Ferenc intézeti feladatként kapta a Kosztolányi munkásságának a feldolgozását, és munka közül beleszeretett. Ő, aki ugye a népírók elkötelezettje volt, a Kosztolányi nyelvébe beleszeretett. Bartha Imre segítette Vörös Sándort régi magyar versek felfedezésében, és korán észrevette Eszterházi tehetségét, meg valami őszintén, hogy engem is, nekem is először ő mondta, hogy van ez a szerző, és olvassam. És aztán éppen a Balföldben jelent meg valami tőle. Először az Alföldben jelent. Igen. Már Nagypali egyszer felugrott egy tanácskozásom, hogy szinkronban a párizsi bűhelyben is megjelent. Igen, először a Balföldben jelent meg. Na most a jelenlegi acélnéző, hogy a Kassák, sőt Tankós irathoz szakértője lett Tankós irathoz. Nagyon alul értékelt szerző. Most a következő nemzedékben számomra, mint kívülálló számára az alkatok különbözősége, tehát a sajnálatosan, nyilvánvalóan sajnálatosan korán elhározott Göröndvei András a népi mozgalom híve lett. Ez az irányzat, amennyire sejtem, és ez a könyv, Imrászó könyve megerősít ebben, lényegében hidegen hagyta Bartha Jánost. Igen, hát Kulcsár Szabó Ernő ugye bajrajti évei után a hermeneutika híve lett. Na most Imre László lényegesen türelmesebb értekező, mint némelyek. Ebben a könyvében is legfeljebb egy-két helyen érzékelhető, milyen irányoktól, milyen irányok idegenek számára. Ugyanakkor úgy látja, hogy a Debrecen irodalmárok tevékenysége, mai tevékenysége már nem igazán kapcsolható Bartha Jánoshoz. Tehát inkább debreceni iskoláról lehet beszélni. Hát ez mélyen elgondolkoztatott. Forrásai nem a legfrissebbek, írja a 155. lapon. Ezt írja már a nyugdíjba vonulás utáni évek tanulmányairól. Ám a megszorítás számomra teljesen menthető, ha arra gondolunk, a hosszú életű pályatársakra épp úgy jellemző a látókör viszonylagos szűkülése, hát nem csak sőtérd, de fájdalommal mondom, Németh Gibéla utolsó éveinek munkáira is lehet gondolni, tehát tulajdonképpen az egy eléggé példátlan dolog, hogy valaki mindvégig dolgozik és értéket hoz létre, ahogy a könyvből kiderül. Na most, ha valaki nem olvasta Bartha János munkáit, és itt mielőtt ez a beszélgetés kezdődött, Imre László mondta, hogy már nem olvasnak az emberek, hát igen, én ebben nem merek semmit sem mondani. Tehát ha nem ismeri, akkor ebből a könyvből megismerheti őket a kitűnően megválogatott sok-sok idézetből. Hát már csak
készülnének hasonló könyvek a 20. század más irodalmájáról, a kortár, némely kortársainál olyan kényes kérdések merülnének fel, amelyek tartalmasnak. Úgyhogy nem tudom, hogy ennek mennyi a lehetőség. Tehát köszönet és föltétlen elismerés a szerzőnek, a sorozat szerkesztőjének és a kiadónak. Köszönöm. Köszönjük, Mihály. Én két pici kérdéssel ráterelném Lászlót a reflektáljon. Az egyik kicsit távolabbról indít. Aztán képet 3 éve végzett fölöttem, és úgy emlékszem, hogy a pályája teljesen másképp indult. Kortárs magyar irodalommal foglalkozott Rákos Sándorral, egy kis monográfiát. Brüsszel a szimbolizmus, az orosz szimbolizmussal foglalkozott, és hiába élünk ott 50 éve ma egymás mellett. Mai napig nem tudom, hogy végül is hogy kötötték ki a 19. századi témánál, vagy Barta Jánosnál és a tanszékén. Ez lenne az egyik kérdés, a másik pedig, hát amit ki szeretnéd egészíteni Mihály mondandóit, azokról szólj már valamit, és akkor esetleg meghallgatjuk, hogy van-e kérdés valakinek, hogyha egyetért ezt követ. Igen. Igen, tehát való igaz, hogy azt hiszem, hogy a Martának van iskolája, vagy vannak tanítványai, az nem azt jelentette sosem, hogy az ő témáit, vagy az ő módszereit hát követték, nem is követhettük, ugye mondjuk én németül olyan gyarló tudásra, mert nem is tudnám megcsinálni azt. Tehát szükségképpen mindenki más utat választott, amire utaltatok itt. Miért írtam én Rákos Sándorról monográfiát, mert akkor indult a kortársaink sorozat, és az jutott nekem. Viszont amit én abban megírtam, az újhold nemzedék vers írói módszeréről, azt arról tudom, sose írt. Tehát én ott nem támaszkodhatom őre. Aztán itt van az orosz szimbolizmus. Azt most nem mondom, miért került ez a téma az én érdeklődési körömbe, és miért doktoráltam abból. Barta semmit nem ismert abból. Tehát megint nem tudtam rá támaszni. Tehát nem arról azt, hogy mindig, minden lépésben az ő, amit én a verses regényben megírtam, aminek a, igazából abban sok filológiai dolog is van, de a lényege tulajdonképpen az, hogy amit éppen a posztmodern epikai trükkök, előadásmód, amit Eszterházihoz másképpen, hogy az hogy van meg a romantikában, Byronnál, Puskinnál, Barta erről soha nem írt egy szót sem. Tehát a követés vagy a mester nyomán botladozás nem azt jelenti szerintem, hogy azt nézzük, hogy ő mit mondta, és akkor azt kibővítjük, hanem valami inspiráció. De most olyat is írtam persze, amelyikben kapcsolódtam hozzá. Ő volt az, aki éppen az elnemért bizonyosság korszakban mondta, hogy hát jó a lirikus, de az epikus se, azt sem muszáj elfelejteni. És így született meg az én aranybaladák, amiben sok mindent vettem tőle. Tehát magyarán mondva a tanítványság nem azt jelenti, hogy az ő témáit az ő módszerével folytatom, hanem valami hát inspiráció, vagy valami parancsoló szigor, vagy valami találékonyságot, mímelő nyugtalanság az emberbe belekerül mondjuk, ha nem lett volna benne, és akkor ennek alapján keres valamit, hol ilyen, olyan irányba. Na most amire Mihály célzott, valóban igaz, hogy mondjuk Görömbei Andor nagyon sok mindent vett át a Barta esztetikából, irodalomelméletből, tehát azokat a fogalmakat használta, amiket a Barta lírelméletben volt, de Barta soha nem mutatott különösebb érdeklődést a népi írók iránt. Tehát nem csak Sinka, hanem a Sinkánál esetleg nagyobb formátumú képviselők iránt. Németh Lászlóval ismerték egymást a 30-as években, és ő aztán írja, hogy egyszer-kétszer elbeszélgettek. Tehát Németh Lászlónak az esszéit természetesen főleg drámáit, de főleg esszéit. De a többiekről nem hallottam tőle soha. Tehát ugye ez megint, ez nem azt jelenti, hogy Görömbeinek igazodni kellett volna ehhez a
Varta, ilyesfajta ízléséhez, hát Varta ezt nem. Tehát egy nagyon nagy szabadság, vagy nem tudom miféle volt ő rá jellemző, mint egyetemi tanára, mint szakdolgozatvezetőre, mint iskola teremtőre. Na most a Géza kérdésére, hogy ha én orosz irodalommal foglalkoztam meg Rákos Sándorral, tehát az új, akkor én hogy kötöttem ki nála? Hát ennek az a magyarázata, hogy én őnála szakdolgoztam, Aranyér Füle esztetikájából, és azért írtam én abból a korszakból is ilyen apróságokat, tehát ő oda vett a tanszékre. Tehát én azt a korszakot tanítottam, de kétségtelen, hogy nagyobb mértékben majd csak a kandidátus értekezésen, meg az aranybalták az, ami ugye ahhoz a korszakhoz köt. Na most a Varta témáról még annyit hadd mondjak el, hogy ezt tulajdonképpen nem azzal a elhatározással fogtam én ezt, hogy most írok egy könyvet, hanem ilyen egyedi megbízások voltak. Kovács Sándor Iván konferenciát csinált, hogy kiknek vannak olyan tanárai idősebb, akikről tudna valamit mondani, és engem megszólított. Akkor én írtam róla egy valamelyik részkérdésről, akkor jött a 100 éves évforduló, akkor az ismeretlen madárszól, akkor jött a Tienemann füzetek, tehát a pécsi megbízás, a szellemtörténet. Oda már megértem egy egészen komoly 50 lapnyi, vagy nem tudom hány lapnyi részt, ami Bartát. Tehát lassan azon vettem észre magam ezelőtt 5 évvel, hogy a monográfiának készen van a kétharmad, aztán kiegészítettem, tehát nem ilyen szándék vezetett, hogy írjak, hanem készült, csak a végén aztán összeállt. Nagyon sokszor gondolkoztam én ezen, hogy milyennek az értelme. Tehát ugye nem tudom, hogy el kell gondolkoznunk, hogy mi annak az értelme, amit csinálunk, de elgondolkoztam. Tényleg tapasztaltam azt, hogy nem ismerik, nem, szóval nincs igazán jelen, és nem csak következtettem erre, hanem mondok egy példát, van ennek a könyvnek egy fejezete, a romantika metafizikai képlet, egy önálló fejezet, ez voltak éppen a 30-as évekbeli nagy Vörösmarty Berzsény tanulmány, amire voltak éppen kapta Babistról Van Vaarten díjat. Ez egy nagyon, lehet, hogy nem győz meg mindenki, de egy nagyon invenciótus, egészen más fogalmakat használ, mint hogy ma szoktak használni, de nagyon érdekes tanulmány. Na most én, amikor elmegyek a egyetemünkön a PhD szemináriumra, akkor én egyszer elviszem egy frissen készült írásomat, és én ezt is elvittem oda, hogy olvassák el a PhD-sok, olvassák el a fiatal kollégák. Azzal kezdtem, hogy ezt nem tudom, hogy mennyire használjátok ti pillanatilag. Valószínű, hogy nem nagyon ismeritek, de most szeretném ezt megismertetni. Egyetlen, ott ültek vagy 15-en, senki nem mondta azt, hogy dehogy nem, ismerjük, használjuk, most adtam ki. Tehát ha ők ezt nem mondták, akkor az, hogy nem ismerik, nem olvassák. Esetleg a címét látták a romantikus Vörös Martinak, vagy a tanulmánykötetben. Tehát lényegében azt hiszem, ez nem panasz vagy szemrehányás, hanem hát nyilván én is, ha belegondolok, hogy amikor én hallgató vagy fiatal, nem tudom én, tanársegéd voltam, hogy akkor 50 évvel korábbi tanulmányokat, mindegyiket elolvasta, nem valószínű. Tehát itt a könyvnek az az értelme esetleg, hogy fölhívja a figyelmet erre, tehát ha végig is belenéz valaki a Debrecenben engem ismerni, akkor hát ha lát ebbe valamit a romantika metafizikai képletéről, hát ha ezzel egy picit gazdagodna. A másik az, hogy ezt igyekeztem diszkréten írni meg, de ugye az az érdekessége az ilyen munkának, hogy az ember, amikor egy régi korszakról ír, akkor a mának is akar mondani valamit. Tehát ugye a könyv elején szó van arról, hogy Varta János, a mestere Horváth János arra kérte, hogy írjon a Napkeletbe, a kritikai rovatba. Varta János szokásos karakterságával azt mondta Horváth Jánosnak, hogy hát sajnálom, de én úgy látom, hogy ez annyira gyenge a Napkelet szépírói rovata, hogy ha én azt a ötös kollégium folyosóján pocskondiázom, akkor én nem fogok oda írni tanulmányt vagy cikket. Nagyon sajnálom. Na most Horváth János így volt, megneheztelt rá ezért, viszont aztán amikor nem fogadták el másról, akkor mégiscsak közölt a Napkeletben a Bánkbán tanulmány. Tehát ugye egy nagy lelkű mesterről van szó, de én nem ezt érzem aktuálisnak ma, ezt is, hanem főképpen azt, hogy milyen érdekes, hogy azt hiszem, hogy Bartának a szemlélethez közelebb állt a Napkelet szemlélete. De éreztően művészi érték a másik oldalon, van a nyugatnál. Na most itt nem fejtem ki, hogy mire gondolok a mai világban, amikor az ember néha egy bizonyos írásnak az eszmei, hirdetett eszmei vonalához közelebb érzi magát, de művészileg egy másik irányzat tart érdekesebbnek. Na most ezen aztán, hogy a könyvolvasó elgondolkodik,
nem gondolkodnak el, észlelőszerűen nem veszik észre, más kérdés, de tehát ilyen módon az ember egy könyvben akár ilyen nagyon régi dologról van, szóval gondolják el, egybe született, ugye, tehát a 20-as években indul a pálya, Boston vége, lassan 100 éve. Ennek a könyvnek az érdekessége az lehet, hogy ha valóban az ember olvassa, akkor rájön arra, hogy hát hogy igazít ez engem mai irodalompolitikai vitákban, mihez segít, mit ismertek föl. Tehát ez a magyarázat végül is Géza szavára visszatérve, kérdésére visszatérve, hogy csak ugyan, ez érdekesebb, a terv is rendkívül ez valahogy volt, hogy ő nem mondta azt, hogy miért orosz szimbolizmus azok, hogy miért rángosságok, szóval nem tesz szemrehányást, hagyta, hogy hát ő is elég sok felé kalandozott életében azért, szóval ő is írt Kassák Lajostól, Vadányig, sok mindenkiről, tehát nem is nagyon tehette meg, hogy engem leteremtsen, hogy miért cikázott össze-vissza, de mindesetre ő ezt nem követelte meg. A arany, vagy a versesregény, vagy keményről is írtam az évek-két tanulmányt, tehát egy olyan témákban is dolgoztam, amit őtől vettem át, de voltak éppen azon az úton haladni nem haladhattam, mert én ezt a lélektani elemző módszert és a szerzőből kiindul, ezt én nem nagyon tudtam. Nem azért, mert nem helyeslem, hanem azért, mert az én általam tanulás szerzőknél ez megvolt. Tehát aranyról én nem igen tudtam újat mondani véletlenül szempontból, tehát mit mondja Kóvá. Annyian megírták. Bocsáss meg, de volna egy kérdésem. Na. Az új voltról Szabó Csinyán beszélt, hát ott indult. Nem. Emlékem szerint nem. Aha, értem. De őnek tudjuk azért, azért merül ez fel, mert Szabolcsi Miklós 64-ben, 65-ben Debrecenre került, egyetemi tanár lett, 20-as adott elő, és ilyen hiszem, hogy ő egy fő kollégiumot tartott, abban a nyugat első nemzedékéről beszél csak. És az ő maga módján, tehát ilyen sok érdekes összefüggéssel, nemzetközi, stb., de nem beszélt, de tudtuk érdekes, hogy ő az újborba indult. De nem, erről nem. Egy pénzgárnok is volt valahol. Az illető társaságban volt pénzgárnok. De emlékszem, amikor titkotörténeti tanulmányát vitatkozott meg a Ménesi úton, akkor Szabocsi kicsit ingerülte. Azt mondta, hogy 1946-ban én nem voltam marxista. Lukácsi Sándor volt marxista, és igaza volt, hogy 46-ban ő nem volt marxista, akkor még Halász Előd és Kun Nagyibán közvetlen. Igen, és ezt mesélte ő csak olyan áttételesen, hát ezt a sőt, őt zaklatták is ilyen cionista színbe tüntették fel, ami nagyon rossz bélyeg volt a Rákosi korszakban, tehát hogy őt is üldözték, hát mindenkit üldöztek, tudjuk, de őt is üldözték. Hát mondjuk, már Pánibál üldözésére nem nagyon tudom, sőt király is Pánibálról sem. Az igaz. De hogy ő tényleg, egyszer Szabolcsnak volt egy ilyen hát, cionista bélyeg, az édesapja miatt is ugye, aki egy zsidó lapszerkesztője volt, tehát ő rá lehet fogni azt, hogy ő nem igazán marxista, hanem ő egy másik szempontot érvényes. Ezért mondtam, hogy ha a kortársairól hasonló könyvek készülnének, ami jó volna, akkor sokkal kényesebb kérdések merülnének. Ez bizonyos mértékig a Bartó János erkölcsi minden mértékén is tett engedményeket, de azért nem akkorákat. Hát igen, itt sokan elmarasztalták őt írásban is, volt finomabban, volt elégbé. Az valószínű, hogy ő is tudta, hogy ő kénytelen volt időnként, ha nem is gusztustalanul, de bizonyos hát alap dolgokban, hát ugye marxistának nevezni a módszerét. Én viszont a hangsúlyt arra teszem a könyvben, vagy arra kell majd tennem, ha nem tettem, hogy ha bizonyos irodalomtörténeti tanárok, és ezt csak mi idősebbek tudjuk, nem teszik meg ezeket a kényszerű kompromisszumokat, akkor egy olyan lepusztított, lebutított értelmiség lesz itt, mint amit Romániáról, NDK-ról mondanak. Tehát itt ez egy, lehet, hogy ebben volt mondjuk
pici engedékenység vagy felesleged, de ez azt jelentette, hogy én úgy tudtam elvégezni gimnáziumba az egyetemet, hogy senki nekem úgymond butaságokat nem mondott. Tehát vulgár marxista sületlenségeket nem hallottam. Már nem kényszerült olyasmikre, amikre az előző. Sőt, titokban vagy áttételesen állandóan, hogy fejezem ki magam, azt hallottam, ami mai napig is igaznak hiszek. Tehát lehet, hogy ezek az emberek megalkuttak valamit, de hát azt is mondtam, hogy hála Istennek, hogy megalkuttak, mert ha Bartha János elmegy Nyugat-Európába, és ott onnan szidja a kommunistákat, akkor nekem esetleg egy vulgár marxista tanárom van Debrecenben, akitől hülyeségeket hallok. Tehát ez egy ilyen világ volt, amikor hát bizonyos megalkuvások adok. Az egy külön kérdés, amire utalt is szeretném a professzor, hogy lehet, hogy akkor sok mindenben azért nem volt annyira ellentétes. Tehát a Herceg Ferenc és a Molnár Ferenc kérdésnél próbálom ezt, hogy az operettet mondjuk, a Csárdás királynőt, vagy a Molnár Ferencet nem tekintették jó iránynak a Rákosi korszak elején, az Bartának nem fájt olyan nagyon mondjuk. Tehát ezért? Hát érthető világ. A Németh László se sírt azért, hogy nem a Kálmán Imre vagy a Lehár operetta van az érdekes középpontjában. Tehát nem minden, és nem kizárólagosan volt ostobaság vagy az emberség az a kultúrpolitikában, hanem mindig, hát ez mindig így volt egyébként, tehát ezt ugye szokták mondani, hogy nincs olyan rendszer, amelyik nem volnának bizonyos helyeselhető elvei. Az más dolog, hogy ez nagyon rövid egy tartott, tehát hogy hithű, baloldali marxista felfogás nagyon hamar ugye visszaengedte a operettet is, meg Molnár Ferencet is, meg mindenkit. Tehát ez egy rövid ideig tartott, hogy ezt a mondjuk Németh Lászlóval, vagy nem tudom kivel egyező, kicsit aszketikus, túl komoly, túl szigorú felfogás, ez nagyon rövid ideig tartott. Ugye. De én elfogadom, és ezt mondták nekem is szemembe, hogy de hát ő tulajdonképpen valamennyiségben rosszabb volt, már Bartha János rosszabb volt, mint az akkori fiatalok, akik naív módon elhitték a dolgokat. Bartha János, ő tudta jól, hogy ez milyen sok helyen, hogy mondjam csak szelel, milyen sok helyen jön be a vizekbe, a hajóba is, de mégis kénytelen kellett az élet, ezt nem mondhatta meg. Az előbb elmondtam, hogy én szerintem ez nagyon fontos volt a magyar kultúrában, ne hagyja itt mindenki, ne menjen mindenki külföldre, ne bújjon be a pincejukba, hanem amit lehetett, próbálja a következő nemzedék számára továbbadni. És itt amiket mondtál, tehát Bartha Imre, Kiss Ferenc, ezek is Bartha nélkül, ugye nem is lettek volna, talán másként lettek volna. Tehát a magyar irodalom felfogása, gazdagodása, frissessége, bátorsága, az megért annyit, hogy egy irodalom történész, hát időnként nem tart idő. Hát már Éva József is azt mondta, hogy Kölcsey Ferenc így meg így. Hát ennyi, hogy mondjam, csak sajnálatos kompromisszumot, akkor úgy látszik, hogy muszáj volt. De érdekes, hogy még azt is tudták, hogy az emberek érzékeltetni, hogy ez mennyire kell komolyan menni. Tehát így mondtak valamit, de nagyon érződött annak a hangsúlya, hogy ezt most azért mondja valaki, mert muszáj volt. De nem is mondták, hogy mit muszáj volt. Hát én nem hallottam például az ellenforradalom szót 56-ban soha. Se közép és se egyetem, senki ki nem egyetem, ezt ellenforradalom nem mondták. Tehát világos volt, ezt ennyi eszem nekem is volt gyerekként, hogy ezt a kifejezést kerülik. Ezt nem tartják igaznak. Hát persze, azért nem kerülik. De úgy értem, az én tanáraim. Igen, azért mondtam. Tehát, hogy ebben benne volt az, hogy tudjuk a végén, már Kádár János is került a kifejezést. Tehát ez olyan árulkodó volt, ami az embert ugye gondolkodásra késztette, és ugye bizonyos dolgokba orientálta. Ilyenkor kérdezi meg az ember, hogy akar-e valaki kérdezni a Bartháról, hogy a jelenlévőkre. Hát akkor nem. Köszönjük szépen!